Utak Nógrád megyében címmel szakmai konferencia került megrendezésre a József Attila Művelődési és Konferenciaközpont klubtermében május 28-án. A közművelődésben érdekelt szakemberek pozitív példákon keresztül kerestek utakat a fejlődéshez a jövő tekintetében. Ezt a címet adtuk a mai napnak, hogy Utak Nógrád megyében. Nem a rossz és kátyus utakról lesz szó, hanem a jó utakról, tehát azokról az utakról, amelyeken érdemes végigmenni, amelyek mentén értékek teremtődnek és közösségek születnek. Úgyhogy olyan előadókat kértünk fel, és olyan konkrét témákat, amelyek ezt a célt szolgálják. Mindenféleképpen példaértékűnek gondoljuk ezeket a témákat, és hát nyilván azért is kerültek napirendre, hogy olyan települések, amelyeken még ez nem működik, vagy fantáziát látnak benne, akkor én úgy gondolom, hogy egy példa lehet előttük, egy minta, amelyet lehet követni, vagy be lehet kapcsolódni. Többek között a zöld és kapunyitogató utak, a vallásos turizmus helyi lehetőségei, valamint a térség naturparkjai kerültek bemutatásra.